Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát és mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A gyermekek jelenthetik a gyermekeket is, de szimbolizálják az ártatlanságot, vagy egy új kezdetet. Lesz egy új irány, és a jövő itt látható, az életutatok, ahol kivirágzik valami, és ez szerencsét hoz. Hogyan érzi magát? Hát itt feje tetejére álltak a kártyák, tehát valami úgy megváltozott nála, minden úgy a feje tetejére állt, de én megfordítom. Itt látható, hogy te állsz a középpontban, és a hűség vagy a barátság, de ahogy a kártyák mutatták, az ő lelki világában most minden úgy a feje tetejére állt. Lehet, hogy ő féltékeny, és úgy gondolja, te megismerkedtél valakivel, ezért olyan bizonytalan, ami a hűséget illeti, de nem mondja ki, de nem érzi jól magát ebben a helyzetben. Én úgy mondanám, hogy ő nagyon féltékeny, de változni fognak a dolgok, itt lesz majd egy új irány, egy új kezdet. És mit fog tenni? A könyvek jelenthetik a tudást, a tanulást is, de szimbolizálják a zárkózottságot. Lehet, hogy te vagy visszahúzódó és zárkózott, ezért jelent megfordítva a kutya, hogy töpreng azon, hogy miért van ez így, lehet, hogy megismerkedtél valakivel, vagy azt is jelenthetik a képek, hogy ő féltékeny, de nem mondja ki, nem beszél erről nyíltan. Ami nekem tetszik itt ennél a kivetésnél, hogy mindketten megjelentek, ami arra utal, hogy összetartoztok, itt tükröződik majd valami, lesznek fontos események. És mi köt össze benneteket? Kezdetben. Kezdetben vannak itt még nehézségek, és itt botladoztok ezeknél a köveknél. Lehet, hogy valaki befolyásolja az eseményeket, és ez megnehezíti a dolgokat, vagy jelentheti ez a kép a félelmeket, az ő féltékenységét, és eltelik egy kis idő, amíg ez az út a jövőben így alakul, ahol a kövek eltűnnek, és kivirágzik minden. Tehát van jövőtök, de kezdetben vannak még nehézségek az ő féltékenysége és az ő félelmei miatt. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!